Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Szentes Annó Plusz adását láthatják. A műsorunkban látható kisfilmek segítségével visszaugrunk az időben, egészen az 1970-es évekbe. Ma Berkecz István két alkotását mutatjuk be önöknek. Berkecz István Mindszenten született 1958-ban. Trahos István Európa hírű grafikus művész tanítványaként iratkozott be a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba. Mestereinek vallotta Ternei Bélát, Tokácsi Lajost és Katona Imre festőművészeket. A múlt rendszerben klerikális reakciós rokonsága és 56-os érzelmei miatt sokszori próbálkozás után sem vették fel a képzőművészeti főiskolára és az iparművészeti főiskolára. A Hajdan volt Nívó díjas Szentesi Amatőrfilmklubban több országos fesztiváldíjas kisfilmet készített barátjával, Szabó Árpáddal. 1975-ben mestervizsgát tett a címfestő, eredetileg címerfestő szakmából. Rövid ideig rajzot tanított a Klauzál utcai általános iskolában, a Balázs Árpád zeneszerző és Oltyán Lajos tanár nevével filmjelzett Éneklő rajok országos fesztiválsorozat évente változó emblémáit és színpadképeit is ő készítette. Az ország számos városában szerepeltek kiállításon anyagai, sőt 2006. májusában Párizsban egy meghívásos kiállításon is bemutatkozhatott 13 másik ország művészeivel együtt. Berkecz István 2022-ben hunyt el. A film segítségével felidézhetjük a fél évszázaddal ezelőtti Szentes hangulatát, s mára már eltűnt épületek is felvillannak a most következő képkockákon, amelynek operatőre a jó barát Szabó Árpád, rendezője pedig Berkecz István volt. Look, keep on unlocking this door.
A második kisfilm igazi filmes örömjáték. Berkec István alkotótársaival közösen kellő humorral átitatva egy filmes rögtönzés keretében mutatják be, hogyan is készülhet egy kisfilm. A téma tényleg az utcán hever? Ő tévedés, egy egész tekers, kétfelé hasítva. Jobb és bal oldala. Nem kell, hagyott a francba lesz. Itt látható a gatya. Majdan később tyúkok az alkonyban. És mindjárt megviratt. Elmegy a nehéz gép, és jönnek a csajok. A vágány mellett tessék vigyázni. Fogváló Jack konzultációja a kemény fejűekkel. Aha, már is ment, ja, még nem látszik. Nem látszik, túl magasan van. Az egy szúnyog volt, vigyázz. Na, premier plan. Kerítés. El balra. A végzett órája körbe jár. Másik madár. Valamint innen kapjuk az energiát. De lényegében már a nyárfánál vagyunk. Jegenye nyár. Majd föntebb, majd lentebb. Ebből ezt a láztetét. Homo, szexfilm, ha valakit érdekel. Ruhaszállítók kötél ruhák nélkül. Vadrózsa. Futórózsa most éppen pihent. A WC. Egy antik járda. Ott jártam kiskölyök koromba. Kerítés. Korhad. Még mindig korhad. Kívül, belül, jobbról, balról. Belesít a nap. Attól is korhad. Ha rásik az es, akkor még jobban. Vég az első résznek. Rövid szünet. Második rész. Melegszik a fürdővíz. Aha. Zöldet. Venig ellenfényben. És egyéb drótok. Így az még mindig ég. És jön a fuvaros. Júniusban hozza a jó tüzelőfát. Két lóval. Jó kiló kumulálta. Nem hozzánk hozza. Romacsávó, romacsávó, hajdevla. Kerékpár túlra, az út túloldalára. Jelző táblák oda és vissza, Urbán bácsi a jobbra. A postás mindig kétszer csenget. Nem, most háromszor.
Vasütemben, vasutas a szöllőlugasban, visszanéz. Venyige, boldogan virít permetezés után. Inog a szélben. Valamint a szomszédék kéménye. Ez van más, ez a víztorony. Gyors váltás, a fürdővíz melegszik. A rejtelmes folyosó, részlet. És a kalász elmegy a ház előtt. És az alkotó. Magas röpti mély gondolatok. Ködbe balról. Köd a távoli mezőkről, vége. Kedves nézőink, ezzel a mai adásunk végére értünk. A Szentes Annó Plusz adásában Berkec István két 70-es években készült kisfilmjét mutattuk be. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Karikótó Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Televízió honlapján, vagy a Szentes Film YouTube csatornáján. Viszontlátásra!